10 éves a Gáva Vencselői Szociális Szolgáltató Központ. Az évforduló kapcsán kérdeztük az intézményvezetőt és a szociális ügyekért felelős helyettes államtitkárt. Erről is szó esik a mai adásban, de előtte nézzük, hogy miről még. Nyitás Máriapócson. Egyre többen keresik fel a járvány után a kegyhelyet. 10 éves évforduló ünnepelt a szociális szolgáltató Gáva Vencselőn. Burgonya helyzet. Milyen termésre számíthatunk idén? Egy bő hete sokkal szabadabban járhatunk, mint a járvány idején érvényben lévő korlátozások alatt. A turisták is bátrabbak most már. Nagyon népszerű idén nyáron is Máriapócs, amely nem csak a görögkatolikus hívek számára fontos nemzeti kegyhely. Vendégünk a témával kapcsolatban Papp Bertalan, a Máriapócs polgármestere. Jó estét kívánok, köszönöm. Jó estét kívánok, üdvözlöm a Kölcsey TV nézőit. Hát akkor a legeslegfontosabb kérdés, hogy tényleg önök is tapasztalják azt, hogy az elmúlt egy héten gyakorlatilag már feloldották majdhogy nem az összes korlátozást, és hogy megnövekedett az idegenforgalom az önök településén? Hát picit azért még lájtosan, tehát olyan ütemben nem jönnek a turisták, ahogy gondoltuk, illetve gondolhatjuk, de azért már egy-két busz megjelenik, illetve amit településen látunk, hogy hétvégi programokat az egyház nagyon szépen meg tudja szervezni. Tehát hétvégén azért már a szállodáik tele vannak. Az első igazán nagyobb mérce talán hétvégén lehet, amikor az illésbúcsúval kezdődnek a búcsúknak a sokasága. Vagyis most hétvégén. Most hétvégén. Utána a római katolikus búcsú, és utána a nagyobb búcsúk jönnek. Az lesz igazi mértékadó, hogy mennyire bátrabbak még az emberek. Máriapócs felkészült rá, úgy az önkormányzat, úgy az egyház, úgy a vállalkozók. Azért mertem az önkormányzatot elsősorban, mert a településen a feladatokat, amit el kell látni, ugye az önkormányzat ráható. A liturgikus rend, illetve a szállodák működtetése az egyház. Bízom benne, hogy szabadabbak az emberek. Most még nem az a szint, amit gondoltam volna ezelőtt, mondjuk én egy hónap ezelőtt. Mert milyen szintet gondolt volna? Tehát azért arra kérem érzéklete keltesse azoknak is, akik nem voltak jelen mondjuk egy-egy búcsú alkalmával még a pandémia előtt. Tehát akkor tömve van a város. Igen, nagyon jó kérdés, hogyha lehet dicsérni a kérdezőt. Tehát ez nem egy buli negyed, Máriapócs. Tehát a vendéglátó egységek is nagyon-nagyon-nagyon látosan működnek. A hétköznapi hívőket hiányolom én meg egyelőre. Tehát a szervezett buszos kirándulások megvannak, a hívők jönnek, inkább hétvégén, de Máriapócsra jellemző az, hogy az év majd minden napján hétköznap is jönnek autóval, kerékpárosok, szervezett buszcsoportok, még ez talán nem, de hát a búcsuknak a kezdetére ez változni fog. És mennyiben remél majd a későbbiekben abból további növekedést, hogy Hungarikum lett a búcsú és a kegyhely? Mindenféleképpen ez egy nagy elismerés a közös munkának, illetve az egyháznak az elismeréséhez. Mi is picit ott vagyunk mögötte benne a munkába, de csak azért, nem ezért fognak jönni a Máriapócsra a hívők, hanem a kegytemplom miatt, a szűzanya miatt. Tehát ez egy kitüntető rang, hogy kapott egy ilyen elismerést, de nem ez az igazi vonzereje szerintem, hanem maga az a rend, ami kialakult. Hát évszázadok óta mondhatnám azt, de igazán a rendszerváltás óta rohamosan fejlődik a hívők érkezése. Tehát akkor ez egy rangot adott önöknek. Igen, mindenféleképpen. De ezen túlmenően, hát igazából plusz vonzerőt nem feltétlenül remélek. Plusz vonzerőt nem, és ráadásul ezért minden nap keményen meg kell dolgozni. Tehát nekünk is önkormányzatnak, vagy önkormányzat szempontjából kell, hogy én is nézzem ezt. Tehát ez egy kiemelt feladat úgy az egyháznak, úgy az önkormányzatnak. Igen, mindig úgy fogalmaz, hogy úgy az egyháznak, úgy az önkormányzatnak. Hát adódik is ebből a kérdés, hogy hogyan tudnak együttműködni, hogyan tudják egyáltalán felosztani a feladatokat egymás között. Igen, ez nagyon szépen... A siker az kié, a probléma az kié. Ez is egy nagyon jó kérdés, mert ez a második, tehát a siker
hogyha egy búcsú szépen lemegy és nincs gond, az egyértelműen az egyházi, de hát az önkormányzat pedig ott van benne a teljes logisztikával. Tehát a gépkocsik beengedése, a pápatér működtetése, hogy rend legyen a településen, rendőrséggel, polgárőrséggel közösen. Tehát kettő együtt nem megy. Ebben mindig vannak, én nem azt mondom, hogy surlódások, de mindig vannak munkaegyeztetések, ami kell. Tehát arról például tudnom kell egy önkormányzatnak, minden önkormányzat ez szerintem ragaszkodná, hogy tudjam azt, hogy most 50 busz érkezik be mondjuk Szombaton reggel 8 órakor, vagy 5. Nem mindegy. Nem mindegy a parkolók szempontjából, mert ugye ez a feladat is például rákáró. Tehát ilyen kis munka megbeszélések vannak. Ezen túlmenően azért mondjuk, ha pályázik az önkormányzat, vagy ha nem az önkormányzat pályázik, na már most akkor, vagy az egyház pályázik, tehát azért vannak közös pontok, illetve az, hogy ugye Kegyhely Mária Pócs, ez sokat nyom alatban pályázat szempontjából mindenféleképpen, is? Mindenféleképpen. Tehát azért azt látni kell, hogy a ideérkező pályázatok, legyen az Magyarfalu, vagy akármilyen belügyminisztériumi támogatás, ez soha nem csak Mária Pócsnak szól, hanem annak a többször az ember hívőnek a kiszolgálására, aminek Mária Pócs meg kell felelni. Tehát az én munkám is a képviselőtestületeknek a munkáját ez határozza be, hogy ezen a fronton helytálljunk, mert minket úgy minősítenek, van elnézést a kifejezéstért, start közmunkaprogramban mi termelhetünk, akármilyen gyönyörű krumpit, meg akármit. Nem ez a minősítés, hanem tiszta legyen a településre, rendben legyen, mert a hívők ezt látják. Tehát a pályázatok megítélésénél biztos, hogy figyelembe veszik az, hogy milyen feladatot látunk el, illetve azt is, hogy hungarikum lett, és ezért még nagyobb feladatot állunk rá. Én bízom benne, hogy ez egy további is pozitív elbírálást fog jelenteni. És gyakorlatilag a pályázatok nagy része az majd, hogy nem ezt szolgálja ki? Hát vannak, ha rátérhetünk a pályázatokra, akkor mondanám, hogy ugye az önkormányzatok szerepe teljesen más, mint ezelőtt mondjuk 10-11 éve, akkor minden önkormányzat eladósodás folyamatára lépett, nálunk is több mint 200 millió volt a mínusz, amely átvettem. Az adósság konszolidációval a játékszabályok is megváltoztak. Nem adósodhat el az önkormányzat, szigorúan megkapja azt a normatívát, ami egy önkormányzat működésére kell. Ami pluszt szeretne fejleszteni a településen, kettő irányból lehet becsatornázni. Egyrészt az adó. Az adóról azért el kell mondani, hogy a súlyadó ugye a tavalyi döntés alapján nincs az önkormányzatoknál. Az iparizési adónak a felét pedig a vállalkozóknál hagyta kint. Tehát ha úgy nézem, és úgy is kell, hogy nézzem, mint önkormányzati ember, a fele érkezik be az iparizési adónak a korábbihoz képest, igaz, hogy a fele maradt a vállalkozónak és segíti. A másik pedig a pályázatok. A pályázatoknál is pont az előzőekben, hogy rátértem, hogy ki vannak centízve az önkormányzatok, ezért már olyan pályázatokban nagyon nehéz, sőt nem is nagyon lehet gondolkozni, hogy 40%-os önrész, 50%-os önrész. Tehát vagy 100%-os Magyarfalu, vagy mit tudom én, 5%-os pályázatokban tudunk gondolkozni, amit össze tudunk szedni hozzá. 5%-os? Olyan is van. Most hogy például... Annyi kell az önerőhöz, vagy... Nem, tehát például ma innen rólok haza rendkívül testületülés lesz. Van például most egy olyan VPO-s pályázat, ami külterületi utak fejlesztésére írták ki, és az 95%-ban támogatja az állam, és 5% önerőt kell vállalni, az önkormányzatnak ilyen is van. De akkor ez jó? Ez jó. Van 85%-os intenzitású, ezt már nagyon nem szeretjük, azt szeretjük, hogyha 100%-os, de a 95-ös is jó, mert azt még nagy nehezen, de ki gazdálkodja az önkormányzat. Beszéljünk akkor ezekről a pályázatokról még, ha jól tudom, akkor a közlekedésfejlesztés is téma, ugye önöknél. Igen. Mire lehet számítani? Igen. Ez is segíteni fogja a Kegyhely és a Búcsú. Így van, tehát épp mondtam is a délüti riportnál, hogy aki közlekedik Mária Pócsra, tudja, hogy elsősorban a benzinkútról lekanyarodva Nyíregyháza felől el lehet érni, és az M3-as autópályáról nagyon sokan érnek. Ezt az útszakaszt, az 6,5 kilométerest most újítják fel.
Ez ebben a hónapban kap egy új aszfaltborítást, ahol kell vízelvezetőt, illetve ahol kell útjavítást, tehát útszéljavítást. Ez Magyarfalus program, ez 100%-os, ez állami beruházás. Ez nagyon, nagyon jó, mert olyan állapotban volt már az útunk, a főút, ami alkalmattán egy, tehát 3-400 ezer ember elfogadására már igencsak balesetveszélyes volt. Nagyon örülünk neki, hogy Mária Pócs úttörő volt korábban, és az az elődömnek az eredménye, a munkának az eredménye, hogy időben és korán pályáztunk kerékpárútra. Tehát a kerékpárút az Mária Pócson beletettem megvolt. Amikor én 10-ben átvettem, akkor nyertünk hozzá egy külterületi szakaszt, és most sikerült a Pócs Petri irányuló kerékpárútnak a felét felújítani. A kerékpárút nagyon fontos, mert így, ha kiépül, és én úgy tudom, hogy a Kálossemmén Mária Pócs szakasz pozitív elbírálás alá dönt, tehát valamikor a Nyíregyháza Nagykáló, ha megépül, akkor végig lehet majd közlekedni. Mária Pócs Kislét a Nyírbogát irányába elérhető Nyírbátor, illetve Debrecen iránya, illetve Nyírbátor fele pedig Máté Szalka irányába is kerékpárra. Amit alapjátő véve egy lusta ember vagyok, de én örömmel látom, hogy rengetegen használják a kerékpárutat. Ami sportszempontból akkor. Tessék, igen. Nagyon sokan használják, tehát sikertörténet a kerékpárut. Említette a Magyar Falu programot. Igen. Vannak még olyan elemei, amelyeket kihasználnak? Szeretnénk mindenféleképpen. Tehát a temető rovatalozóknak a felújítása szerintem mindenféle gond, illetve a pályázatot jó lenne, hogyha megnyernénk. Én most pályáztam egy olyan tisztító gépre, ami nem tudom, hogy van-e ilyen városokban vagy megyébe, ami teljesen elektromos meghajtású. Ez azért jó, hogy nagy teljesítmény, de elektromos, egyrészt az a jövő, és nem azért, mert a polgármester elektromos kocsival közlekedik, de ez lesz a jövő. De egy olyan területen gondoltam a takarítást, ami esetleg a liturgikus rendet se zavarja. Főtéren, főtér környéki utcákon elektromos. A meglévő kerékpárutat fogja javítani, illetve egy kerékpáros pontnak a kialakítása, ez az önkormányzatok épületének a fejlesztésében lenne. Ennek még az eredménye sajnos nincsen, meg bízunk benne, hogy gyerni fog. Említette az imént, hogy csökkentek a bevételei forrásai. Igen. Az önkormányzatnak. A jövőben az idegenforgalom felfutásától remélnek valami kompenzálást? Van valamilyen terve erre vonatkozóan? Én évek óta mondom, hogy Mária Pócsnak kiugrás lehetősége lenne, hogyha egy kisebb egyházi jellegű gyógyfürdőt csinálna. És nem egy nyírbátoriba gondolkozok, vagy nem egy 3 milliárdosba, egy kisebb jellegűt, amely az egyháznak az aktív szervezésével, illetve az önkormányzat közös működésével nem lenne akkora veszteséges, mint általában a fürdők, mert azért mindenféle a fürdők veszteségesek, de egy kisebb. Tehát most jöttem be a kocsival, beszélgettem az atyával, most egy olyan 220 főt tudnak elszállásoltatni minden éjszakát. Tehát gondolom, hogy az egyházi szállodáknak is a kihasználtsága akkor lenne jó, hogy nem csak egy búcsúra aludna itt, vagy 3 búcsúra, hanem több napra. Akkor ez egy fix célközönség lenne, mondhatnánk. Így van. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Én köszönöm. Fennállásának 10. évfordulóját ünnepelte a Gáva Vencsellői Szociális Szolgáltató Központ. Az integrált intézményben közel 350 idős és ellátásra szoruló életén igyekeznek könnyíteni. Az ünnepi rendezvényen a szociális ügyekért felelős helyettes államtitkár arról beszélt, megfelelő finanszírozás áll rendelkezésre az ellátórendszer üzemeltetésére és fejlesztésére. Mindennapos ellátásra szorulnak ezek az idős emberek a Gáva Vencsellői Szociális Központban. Ebben a bentlakásos idős otthonban teremtik meg számukra az öregkorhoz méltó megfelelő körülményeket. A legutóbbi hétvége mind számukra, mind az ott dolgozók számára ünnepi hangulatban telt, a mára más szolgáltatások széles körét nyújtó intézményt ugyanis kereken 10 éve hozták létre a nagyközségben.
A mi intézményünk egy integrált intézmény, alapszolgáltatásokat és szakosított ellátást is biztosít. Alapszolgáltatások közül étkezést, házi segítségnyújtást, jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, tanyagondoki szolgálatot, család és gyermekjóléti szolgálatot, és szakosított ellátás keretében pedig egy idősek otthonát. 25-en laknak az idősek otthonába, de mint intézménynek körülbelül olyan 350 ellátottunk van. És hát a kérdésre válaszolva, csodálatos érzés elérni ezt a 10 évet. Én magam 5 éve vagyok itt, és már azóta is nagyon sokat fejlődött az intézmény. Gáva Vencselő polgármestere kiemelte, az intézmény dolgozói elhivatottan végzik munkájukat, és folyamatosan képzik magukat. Berec János elmondta, a szociális központ mára már nem csak a helyi, hanem a kistérség más településeinek időseit és rászorulóit is ellátja. Az intézmény egyik legfőbb célkitűzése, hogy hamarosan egy új idős otthont alakítsanak ki, így az önkormányzattal közösen már dolgoznak azon, hogy megfelelő pályázati forrás álljon rendelkezésre a beruházáshoz. Az elmúlt 10 év egy tartalmas és szakmailag úgy gondolom megalapozó időszak volt a kolléginák részére. 10 évvel ezelőtt alakították ugyebár a szociális intézetet. Mi az utóbbi 3 évben azért csavartunk még ezen a történeten, mert előtte, mint Gáva Vencselői intézmény működött. Az utóbbi 3 évben azonban kinyitottuk ezeket a kapukat, és a környező településeket próbáljuk bevonzani a szolgáltatási, a szociális szolgáltatási hálónkba, Balsát, Paszabot, Tiszabercelt, Ibrányt, jelzőrendszeres, nappali ellátást, tehát több-több olyan szociális funkcióval próbáljuk megtölteni a környéket, amiben mi úgy gondolom jók vagyunk. Tehát jó szakembergárda, felkészültek a kolléginák, folyamatosan képezzük őket, tehát most zajlott le pont egy képzésünk, nemrég demens képzésünk is, és hát hajolunk egy új idős otthonnak az építésére, ami a fő célkitűzésünk. Ugyebár egy régi idős otthonunk van, ezt szeretnénk kicsit modernizálni, tehát a mai korkövetelményeknek megfelelően olyan színvonal biztosítani az időseknek, a környékbeli időseknek, hogy úgy mondjam, amely méltó az öregkorhoz. A térség országgyűlési képviselője úgy fogalmazott, Magyarország továbbra is előregedő társadalomnak számít. Vinai Győző kiemelte, a koronavírus járvány rámutatott arra, hogy a szociális intézmények milyen fontos munkát végeznek, akiknek megbecsülés jár. Itt Gáva Vencselőn 10 éve működik a szociális intézmény, nagyon jó szakmai munkát folytatnak, ezért is jöttem el ide, hiszen a szociális munkának nagyon fontos szerepe van a mai magyar társadalom életében, és azt kell, hogy mondjam, hogy jövője is van, mert előregszik a társadalom, egyre több idős ember szorul rá a gondoskodásra, az itteniek nem olyan régen egy demencia gondozó vizsgán is részt vettek, tehát állandóan képzik magukat, és ezzel a képzéssel itt Gáva Vencselőn ez a szociális munka, amelyet elhivatottsággal végeznek, most is figyelem hárult rájuk a koronavírus járvány idején, hát egyrészt az egészségügyi dolgozókra, másrészt az idős otthonokba dolgozókra, és példásan megoldották ezt a helyzetet, hiszen szakmaiság és emberség, amely jellemzi itt Gáva Vencselőn a szociális munkát. Az elmúlt 1,5 év a szociális területen dolgozóktól is jóval több munkát és felelősségvállalást igényelt, mondta el beszédében a szociális ügyekért felelős helyettes államtitkár. Simon Attila István hangsúlyozta, Magyarországon naponta 600 ezeren veszik igénybe a szociális ellátórendszer valamelyik elemét. Hozzátette, a Gáva Vencselőihez hasonló intézmények az ellátás mellett nagyban hozzájárulnak a helyi közösség erősítéséhez is. Az államnak azt gondolom ebből a szempontból a szociális területen is az a feladata, hogy megfelelő szabályozással és megfelelő finanszírozással tudjon segítséget nyújtani a helyi igényeknek a legmesszebb menőkig történő kiszolgálásához. És mindennek az értelme persze az, hogy minél tovább azok, akik rászorulók, azok a családjukban, a saját családjukban, a saját mikrokörnyezetükben tudjanak élni, és ne az legyen a kimenet, hogy valamiféle bentlakásos intézménybe kerüljenek ezek az emberek. Egyfajta logika mentén végezték a nappali ellátást is, és a bentlakásos ellátást is, és hát ki kellett találni azt, hogy a Covid ideje alatt hogy lehet ezt úgy ötvözni, hogy a szolgáltatás is megmaradjon, ugyanakkor az a biztonság, amire akkor törekedtünk, és ami mindent felülírt, az is megmaradjon. Hát kellett a kreativitás, és nyilván ez kellett a szakmának is, és kellett a finanszírozásnak is, hogy a kettőt együtt tudjuk tartani.
A helyettes államtitkár más aktualitásokról is szót ejtett. Mint mondta, a gyermekvédelemben is gyökeres változások vannak folyamatban. Ma már az országban az ellátórendszer több mint kétharmadát egyházi fenntartó működteti, és szinte az összes nevelőszülő velük dolgozik. A gyermekvédelemben élő 23 ezer gyermek 70%-a nevelőszülőknél van. Ez az arány még sosem volt ilyen magas, de a kormány szeretné tovább emelni. Nagyon sokan azt gondolják, hogy attól, hogy állami gondoskodásban lévő gyerkőcökről beszélünk, az azt jelenti, hogy akkor ott az állam lesz az, aki ezt a szolgáltatást nyújtja. De ha belegondolunk abba, hogy a gyerekek felügyelete, felvigyázása, a karitatív tevékenység az mindig is inkább az egyházakhoz, civil szervezetekhez kötődött, és az államok sokkal később kapcsolódtak ebbe bele. Mi most nem teszünk mást, mint igazából visszaengedjük, visszaadjuk ezt a feladatot azoknak, akik ehhez több évszázad, vagy adott esetben évezredek óta leginkább értenek, és valóban a jelenleg a állami gondoskodásban lévő gyerekek kétharmada az egyházi fenntartásban lévő intézményben vagy nevelőszülői hálózatnál nevelkedik. Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy attól, hogy valakinek a vér szerinti családjában nincs valamilyen oknál fogva lehetősége a felnövekedésre, kötelességünk biztosítani neki hasonló családi körülményeket, erre azt gondoljuk, hogy a legjobb a nevelőszülői hálózat. A politikust arról is megkérdeztük, a szociális ellátórendszernek milyen feladata van abban, hogy a hetek óta tartó kánikulában segítséget nyújtson a rászorulóknak. Egy bizonyos hőmérséklet fölött ugye az úgynevezett vörös kód riasztás lép életbe. Éppen most is egy ilyen vagyunk túl, egy vörös kód riasztáson, és ez azt jelenti, hogy amikor a vörös kód riasztás ideje alatt minden szociális intézmény köteles az arra rászorulókat beengedni. Itt főleg a hajléktalanokat szoktuk kiemelni, de természetesen ez minden, bármilyen rászoruló személyre vonatkozik, hogy fedél alá tudjon húzódni, hogy a nagy hőség alól el tudjon menekülni. Hát igen, idén azt hiszem a harmadik vörös kód riasztást adtuk ki, és még csak július elején vagyunk, úgyhogy valószínűleg még fogunk találkozni ezzel a fogalommal. Én arra szeretnék kérni mindenkit, hogy aki lát ilyen bajba jutott embert, az hívja a diszpécser szolgálatokat, és a diszpécserek már fogják tudni, hogy azon a településen, azon a területen melyik az a szociális intézmény, amelyik tudja fogadni az adott rászoruló személyt. Országos és nemzetközi burgonya tanácskozásra készülnek agrárszakemberek a héten. Csütörtökön a szakma legjobb képviselőit, kutatókat és kormánytagot várnak Gyula tanyára. Hogy miről lesz szó és milyen nehézségekkel kell szembenézni ebben az évben, erről kérdezzük Augustinyi Andrást, a Gyula tanyai fajta kísérleti állomás vezetőjét. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, üdvözlöm a Kölcsei Televízió nézőit! No hát nézzük, akkor nehézségek már pedig, ha jól tudom, azért vannak bőven, brutálisan lecsökkent az utóbbi időben a burgonya termőterület nagysága. Mi ennek az oka, és akár mondjuk ezen egy tanácskozás tud-e segíteni, vagy legalábbis a tendenciákat ellenkező irányba fordítani? Hát sajnos ez így igaz, hogy egyre, minden évben egyre kevesebb az ültetési felület, talán kivéve tavaly év, mikor tavaly tényleg nagyon sokan csinálták, termesztek burgonyát, viszont tavaly az időjárás nagyon kedvezett a burgonyára, sok csapadék miatt. Most az idén ez a csapadékos április, március, illetve a hűvös időjárás miatt csúsztak is az ültetések. Utána jött még a április vége, május a csapadék, de utána viszont a több hetek óta tartó iszonyatos szárazság, illetve a légköri asszály miatt a burgonya sajnos nem fejlődik úgy, ugye 25 fokon felül leáll a gumó növekedése, és most sajnos az utóbbi hetekben bőven volt része burgonyának akár 30 fokon felül. A másik nagy gond, hogy mikor ugye 2004-ben az EU-hoz csatlakoztunk, akkor az EU-knak 1.250.000 hektár ültetési felület volt, Lengyelország egyedül 850 ezer hektárral csatlakozott ehhez. Mi, amikor termeltük, ugye Magyarországon, gondolok itt Témár, Kaba, Hajdúszoboszló környékén nagyok, az olcsó lengyel burgonya tönkrevágta ezt a gazdaságot, azok a gépek már amortizálódtak, munkaerőt is már nehezebb keríteni, tehát gyakorlatilag elég nehéz feltámasztani ezt a burgonya ágazatot, de sajnos azt kell mondani, hogy most az egyik legnagyobb ez a kritérium, hogy az időjárás nagyon-nagyon nem kedvez a burgonyának. De amikor kedvez, még
még az sem túlságosan jó, hogyha jól tudom, mert említette a tavalyi időjárást, az pedig ugye lenyomta az árakat. Igen, hogyha nagyon jó az idő, akkor az ár, de sajnos azt kell mondani, hogy nem a magyar termelők határozzák meg az árat, hanem a kintről behozott burgonya. És kint sokkal másabb a támogatási rendszer, mint itt Magyarországon, éppen ezért nem tudunk versenyképesek lenni a kinti burgonyával árba. Mégis egyébként sokan azt mondják, hogy ez a covidos helyzet, különösképpen a 2020-as első, illetve második hullám idején rávilágított arra, hogy az alapvető élelmiszereket, az alapvető élelmiszerek nagyon-nagyon fontosak, hogy hazai szinten is meg legyenek termelve. Ön ezt egyébként alá tudja húzni? Tehát, hogy fontos ez? És fontos lenne-e még támogatni további ösztönzőkkel a burgonya termesztést? Igen, ezt kimerem jelenteni, hogy tehát nyilván ez a burgonya tanácskozásnak is a célja az, hogy a hazai termőtájakon megtermelt burgonyát propagáljuk. Na most nagyon-nagyon jó fajták vannak Magyarországon, gondolok itt elsősorban a Kesszelyekre, a Kupa Nyíregyházának, de sajnos a kintről behozott burgonya, amit az előbb említettem, hogy árba annyira kedvezőtlen a magyar fogyasztók részére, és ugye sajnos megint úgy örülök igazság, hogy ebből a kereskedők profitálnak sajnos legtöbbet. És a termesztő, a gazdálkodó, a magyar, az nem nagyon. Most ha tegyük fel, adódna egy olyan helyzet, hogy nem lehetne behozni külföldről burgonyát. Egyáltalán a hazai burgonya termesztés mennyisége, az ki tudná elégíteni a fogyasztást? Hát Magyarországon körülbelül 50 kiló körül van az éves fogyasztás, egy főre vetítve, ezzel szemben kint például Írországban 120-150 kiló. Tehát óriási. Például múltkor a norvégoknál olvastam, hogy ők előírták, hogy sült burgonyát kell lenni egész Norvégiának, mert akkora készletek vannak felhalmozva Norvégiában. Hát így az egész, mert 11-néhány ezer hektár ugye most az ültetési felület, és sajnos ez az aszályos időszak, ez nem kedvez a termés mennyiségére, tehát minél aszályosabb az idő, annál kevesebb burgonyát tudunk előállítani. De nem válaszolt a kérdésre. Ki tudná elégíteni? Hát talán. Igen. Talán. Mondjuk nyilván ugye az árfüggvése azért, mert azért legyünk őszinték, hogy azért a gazdaszony is megnéz, hogyha bemegy, hogy most mennyit ad a burgonyáért, meg mennyit ad mondjuk egy tésztáért, hogyha már, illetve az üzemi konyhák, a nagy étkező láncok is, bár vannak olyan ételek, amiben elengedhetett lenne a burgonya, tehát nem lehet semmivel se kiváltani. Az önök feladata egyébként mennyiben az, hogy erősítsék a hazai burgonya termesztést, tehát mennyire érzik-e saját feladatuknak, vagy ettől azért teljesen másabb szegmens bemozognak? Hát is. Ez a 31. burgonya bemutató lesz Gyulatanyán, amit tavaly ugye a járvány miatt elmaradt, ez több száz fő szokott látogatni. Itt az a lényeg az egészben, hogy a hazai burgonyát propagáljuk, illetve nyilván ugye a kint a külföldi cégek, akik forgalmazzák a burgonyát, azok is jelen vannak Gyulatanyán, mintegy 55 fajta van, itt folyamatosan lesz kóstolás, tehát a háziasszonyok, akik kijönnek, tudnak ABC típus között sütni, főzni, pürének, chipsnek való burgonya között különbséget tenni. Most már biztos igaz, hogy a étem, tehát a nagy láncok is ugyanezt csinálják. A színformalizmus egyre jobban eltűnik. Régebben a színformalizmus? Igen. Régen ugye a sárga burgonyára rá se tudtak szinte nézni az emberek, csak a piros, viszont most már egyre több, és kimerem jelenteni, hogy a sárga burgonya jobb ízű, mint a piros. Íz közöttök, vagy burgonya között ízben rendben, hogy van különbség, de egyébként akár ásványi anyagok, egészségesség tekintetében van különbség, ha már itt járunk? Van különbség, tehát ízre mindenféleképpen, illetve ásványi anyag, most van az egyik cég, aki kimondottan ilyen karcsúsított burgonyát, tehát szénhidrátmenteset próbál előállítani, ami szintén ott megtalálható lesz most Gyulatanyán. Még azért egy kicsikét térjünk ki arra, hogy önök a gyulatanyai fajta kísérleti állomáson mivel foglalkoznak konkrétan, tehát mi az önök feladata? Nekünk a konkrét feladatunk a növények kísérletezése, szántóföld, illetve kertészeti kultúrában. Szántóföldi, napraforgó, kukorica, burgonya, repce, kalászos, kertészetibe, kis mennyiségbe uborka, paradicsom, illetve csemege, kukorica az nagyobb felületen. Tavaly volt zordborsó, és az idén most ez elmaradt. A cél, illetve nekünk az a feladat, hogyha egy magyar nemesítő legyen, az burgonya, kukorica, napraforgó, bármelyik, van egy új fajtája, azt a NÉBIK ezt bejelenti, és a NÉBIK Magyarországon több helyen teszteli. Ez 3 éven keresztül a tesztelés után összeül a tanács, és akkor eldönti, hogy ezt most minősítik ezt a fajtát, vagy nem minősítik. És ha nem minősítik, akkor azt jelenti, hogy nem engedik forgalomba?
Igen, igen, hát akkor ugye nemesítőnek muszáj egy újfajtát kitalálni, ami jobb lesz az előző sztendereknél. És akkor itt most ezen a Burgonya tanácskozáson mi lesz a fő feladat, milyen programok várják azokat, akik kilátogatnak oda? Bárki kilátogathat? Bárki, bárki, ezt hozzáteszem, ugye, hogy plakáton, illetve a Facebookon is minden nagy propaganda van, médiában, sajtóban, teljesen ingyenes, tehát ez hajszáim hozzá. Egy szerény ebéddel, illetve vendéglátással készülünk. A program pedig az, hogy kimenjünk, megtekintjük a Burgonya kísérleteket kint a szabadba, illetve bent az épület környékén, a telephelyen, ezek a kiállító cégek, mindenki saját magának elkészíti a burgonyáját, illetve mi különböző burgonyákat, amiket ők mondanak, főzni fogunk, amit ott a helyszínen meg lehet kóstolni. Ezen túlmenően ugye hát a felkonfban is elhangzott, hogy azért döntéshozók is jelen lesznek. Valamilyen plusz tanácskozásra a Burgonya helyzetét illetően lehet-e számítani, vagy ilyet terveznek-e? Hát nagyon remélem, hogy akik lejönnek, hogy államtitkár szinten, illetve az agrárkamarának, tehát mindig elhangzik nagyon-nagyon hasznos tanácskozás. A tanácskozásban nagyon-nagyon hasznos észrevételek. Én mindig azt mondom, hogy el kell menni ilyen rendezvényekre, mert ha az ember csak egy-két dolgot tud hasznosítani, akkor már megérte. Köszönjük szépen, hogy itt volt nálunk. Én köszönöm szépen. Eddig tartott ma 35 perc, legközelebb szerdán este várjuk majd önöket, akkor vendégül látjuk többek között Panyola polgármesterét, Muhari Zoltánt. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!